A Skype segítségével vonalban dr. Gyimesi Emese irodalomtörténész. Sok szeretettel köszöntlek, és nem először beszélgetünk itt a Hatos Csatorna kulturális magazinjában. Remélem jó a vonal, és mindent látni, hallani. Igen, minden jó. Szeretettel üdvözöllek én is. No, hát azt hiszem, hogy az évfordulóval kellene nekem tulajdonképpen kezdeni, mert hogy éppen szeptember a szomorú évforduló, méghozzá, ha jól emlékszem, 1864 vagy 69, amikor elhunyt Szendrey Júlia, Petőfi Sándor felesége. Na most az, hogy Petőfi ki volt, azt nagyjából azért mindenki tudja, de hogy mit nem tudunk Szendrey Júliáról, az azt hiszem még ma is nagyon-nagyon sok, és miután olyan kalandos veszélyekkel teli élete volt, hogy érdemes róla beszélni egyfelől, másfelől, hát ugye 1849-ben találkozott Petőfi Sándor halál előtt utoljára költővel, és aztán utána kezdődött, amire én azt mondom, hogy kalandos és veszélyekkel teli életút, te pedig úgy tudom, hogy hosszú évek óta kutatod Szendrey Júliát, illetve az ő életét. Hát kezdjük talán azzal, hogy van-e valami új azóta, amióta beszélgettünk, mert ez a kutatás nem áll meg, és úgy tudom, hogy még most is folyik. Mi most május óta, mióta Na, legutóbbi? Igen. De persze, a kutatás soha nem áll meg, annál is inkább, mivel nagyon sokféle szempontból érthető meg a 19. század Szendrey Júlia karrierje, vagy a családi élete alapján is. Én most hát a legutóbbi beszélgetésünk óta eltelt időben fejeztem be egy újabb könyvet, ami Szendrey Júliának az irodalmi karrierjét társadalomtörténeti szempontok alapján világítja meg. Ez a disszertációm könyv változata lesz. Úgyhogy ennek lényegében az a jelentősége, hogy minden fejezetben más-más megközelítésből mutatom meg azt, hogy milyen külső szempontok befolyásolták, illetve nyilván milyen belső vívódások az ő pályájának az alakulását. Tehát milyen volt a 19. századi Magyarországon írónőnek, költőnőnek lenni. Írónőnek, költőnőnek, mert ahogyha itt a munkáidat említjük, hogy itt van egyszer gyerekszemmel, mármint Szendrey Júlia családjában, vagy itt van Szendrey Júlia összes verse, ezek már megjelentek. De hát én nem csak erre gondolok, hogy milyen élete volt a költő halála után, és milyen volt a következő házassága, hanem tulajdonképpen mi késztette őt arra, hogy abban a szomorú helyzetben újra férjhez menjen, ami nem volt egy jó házasság. Igen, hát ez egy nagyon sokszor feltett kérdés Szendrey Júliával kapcsolatban, azt hiszem ez a leggyakrabban feltett kérdés vele kapcsolatban, hiszen valóban a mai napig nagyon erőteljesen foglalkoztatja az embereket ez a kérdés, mert valóban egy nagyon még elképzelni is nagyon megrázó azt az élethelyzetet, amiben neki ezt a döntést meg kellett hoznia. Nyilván akkor ő már egy nagyon-nagyon hányattatott éven, vagy a több mint egy éven volt túl, mert ez a hányattatások sorozata az már megkezdődött lényegében 1848 őszén, hiszen akkortól kezdve már nem Petőfi Sándorral élt egyháztartásba, aki ugye folyamatosan katonaként különböző helyekre kellett mennie, tehát Szendrey Júlia élt otthon a szüleivel, élt egy nagyon rövid időszakban, aztán el kellett Debrecenbe menekülniük, aztán pedig különböző ismerősöknél, barátoknál, például Arany Jánosnál húzta meg magát, és ezért lényegében 1850. július 21-e, amikor igen mondott Horváth Árpádnak, ezt a nagyon zaklatott időszakot zárta le, amiből nyilván a legborzalmasabb az a pár hónap lehetett, amikor teljes bizonytalanságban kereste Petőfi Sándort, és önmagával azért is meg kellett küzdenie, hogy egyáltalán kereshesse, hiszen folyamatosan ehhez is útlevelet kellett kérnie, például a kolozsvári városparancsnoktól, igen, ugye Karl Urban ezredestől, tehát nyilván ő a korabeli hatóságok is nagyon figyelték minden lépését.
ilyen életszakaszra lehet. Egyébként most, hát ugye iskolakezdésen vagyunk, vagy iskolakezdésnél, hát hogy Petőfi Sándor tanítják, az odáig rendben van, Szendrey Júliát nem annyira, meg egyáltalán tudnak arról az emberek, hogy volt egy húga is? Viszonylag kevesen tudják, tehát tényleg Szendrey Júliával kapcsolatban ez a megtévesztő, hogy Petőfi Sándor feleségeként mindenki ismeri, és ezért az az illúzió talán még mindig él a fejekben, hogy hát azért róla már mindent lehet tudni, holott épp ellenkezőleg, tehát annyira sok izgalmas forrás és eddig ismeretlen forrás van vele kapcsolatban, ami nyilván egészen újra rajzolhatja egyrészt az ő arcát is, és hát a családtagok arcát is, tehát Szendrey Mária, aki 10 évvel volt fiatalabb Szendrey Júliánál, ő nagyon fontos szerepet játszott a nővére életében, tehát nagyon-nagyon szoros testvér kapcsolat volt közöttük. És hát ugye a Gyulai Pál lett az irodalomtörténész Szendrey Mária férje, így Szendrey Júlia sógora. Tehát egy olyan család jött létre a két lánytestvér házasságai révén, ami egy nagyon különleges család volt az 1850-es, 60-as években, hiszen a korabeli szellemi élet elitjéhez tartoztak, tehát tudósokkal volt tele a család, ugye a Szendrey Júlia második férje, Horváth Árpád történész is a Pesti Egyetemen tanított, illetve a Gyulai Pál karrierje is ezekben az években indult be Igen, igazán. és akkor hát ugye megbeszéltük, és azt, amit említettem is, ugye, hogy megemlítettük, hogy költő, író, megjelentek a művei, de azt talán szintén kevesen tudják, hogy műfordító is volt, és éppen Andersent fordított, ugye? Igen, éppen Andersent, és ezért is tartjuk őt úgy számon, mint az első magyar Andersen fordítót, ami igaz is, de azért nem teljesen, ahogy ez lenni szokott, hiszen például Egressy Béni felesége is fordított, és még néhány hónappal előbb is publikált Andersen fordításokat, mint Szendrey Júlia, viszont Szendrey Júlia különlegessége, hogy ő volt az első, aki kötetben rendezte össze az Andersen fordításait, és ezt adta ki 1858-ban, és így tartjuk, ennek köszönhetően tartjuk őt számon úgy ma, mint az első magyar Andersen fordítót, és többek között ezért is kapott szobrot Koppenhágában. Igen, na most az a kép, ami mindig megjelent róla, akár könyvben, vagy bárhol, ahol a fotóját lehetett látni, egy gyönyörű szép asszony. Szóval ezt mindenki, vagy legalábbis aki ismeri, azt ismeri. De én legalábbis nem láttam olyan képet, ahol éppen nadrágban van, vagy szivarozik, vagy nem tudom, rövidre vágja a haját. Szóval talán, ahogy ezt annak idején mondták, és ezt tőled tudom, hogy ilyen negatív imázs alakult ki róla, de hát lehet, hogy ezt nem ő találta ki, mert ugye volt egy George Sand is, és akkor talán ő egy ilyen nyugat-európai példát akart utánozni, vagy a gondolkodásmódot, hogy ennyire, hát hogy is mondjam, csak lázadó természet volt. Hát erre vonatkozóan is csak nagyon óvatos megállapításokat lehet tenni, mert valóban nincsenek fényképek arról, hogy festhetett ő mondjuk nadrágban. És nem is ment nyilvánosság elé feltehetően nadrágban, tehát a Jókai Mór visszaemlékezései szerint is otthon viselte ezt, illetve akik még leírják ezt, hogy fú, Szendrey Júlia nadrágban van, micsoda botrány, azok is ilyen igazi konzervatív nők voltak, tehát például ugye Kányi Emília vagy Vahotné Csapó Mária, akikről azért tudható, hogy nem szimpatizáltak vele, tehát könnyen lehet, hogy el is túlozták például a dohányzását vagy a nadrágviselését, nem tudhatjuk, hogy ezt mennyire vehetők komolyan, vagy hogy tényleg minden körben viselkedett ő így. Viszont sokkal jelentősebb az, amennyire az imázsának a részévé vált, hiszen az emberek a különlegességeket szeretik megjegyezni, és nyilván a 20. században már kifejezetten keresték is például a nyugatosok azokat a női képeket, akikre rá lehet húzni azt, hogy na ő a mi George Sandunk, ő a mi különleges írónőnk, és hát Szendrey Júlia épp ezek miatt, az attribútumok miatt, tehát ez a rövid haj, nadrág, dohányzás, kiválóan megfelelt erre a szerepre, és ezért ivódott annyira bele az imázsába.
Mindez, ami azért forrásokkal nem teljesen alátámasztható. Na most a gyerekekről ne feledkezzünk meg, mert ugye ott van egyszer Petőfi Zoltán, és aztán ott vannak a többiek. Egyrészt a gyerekek hogy jöttek ki egymással, másrészt kiderül-e az, vagy kiderült a kutatásait során, hogy milyen volt akkor, abban a 19. században mondjuk a gyereknevelés? Ugye nagyon gazdag forrásanyag áll a rendelkezésre, szerencsére, Szendrei úgy családjából, ezekre a kérdésekre vonatkozóan. Ugye a gyermeknevelés az ő családjukban éppen a már említett speciális pozíciójuk miatt, hogy ennyire sok okos ember volt egy családba, most egyszerűen mondva, egy nagyon különleges gyermekkort biztosított ezeknek a fiúknak, illetve a legkisebb lánynak, Horváth Ilonának. Ugye látszik a gyermekek levelezésén, ami a gyermek szemmel Szendrey Júlia családjában kötetben rendeztem sajtó alá, hogy Igen. mennyire különlegesítette tényleg a helyzetüket az, hogy teljesen természetes volt számukra az a típusú műveltség, ami nyilván egy más családból származó gyermek számára egyáltalán nem volt az. Tehát folyamatosan olyan olvasmányokat említenek, amik mutatják azt, hogy ugye történész édesapa, irodalomtörténész nagybácsi veszi őket körül, ugye folyamatos újságolvasók voltak, az aktuál politikai hírekkel is mindig tisztában voltak, és utaltak is erre, vagy sokszor vicceltek ezzel a leveleikben. Ugye Petőfi Zoltánnal azért leveleztek, mert ő hamar elkerült otthonról. Ugye Petőfi István nevelte Békés megyében, és ezért levelezés útján tartotta a féltestvéreivel a kapcsolatot, és ezek a levelek arról árulkodnak, hogy nagyon szoros és nagyon humoros kapcsolatuk volt. Tehát látszik az, hogy mennyire szerettek játszani a szavakkal, és mennyire szerették leveleken keresztül is szórakoztatni egymást. Hát, ha már említetted éppen a nadrágviselésnél, hogy lehet, hogy csak otthon hordta, létezett egy olyan, tudomásom szerint olvastam valahol, hogy tarka művek, és valami olyasmit írtak róla, hogy mutassatok még egy olyan asszonyt, aki a tollal és a főzőkanállal is egyformán jól bánik. Hát én ebből azt szűrtem le, hogy főzött is. Igen, hát a gyermekei ezt kiemelték, tehát ez a Tarka Művek című folyóirat, ami egyébként pont a kötetnek a hátoldalán is látható ez a felirat, ez ilyen szép pirosra kiszínezték ezeknek a játékújságoknak az elejét a gyermekek, és ez azért is egy különleges forrás, mert ebből az évtizedből mástól nem maradt fenn ilyen. Nyilván gyanítható, hogy más gyermekek is készítettek hasonlót, de azért nem lehetett annyira gyakori, és ebben úgy szólították meg a célközönséget, mintha ez valóban nyomtatásban jelenne meg, és valóban egy széles olvasóközönség olvasná, holott valóban ugye csak a családtagok meg a barátok olvasták. Viszont ennek köszönhető ez a szöveg is, amit említettél, hogy Szendrey Júliáról úgy írtak, mintha be akarnák mutatni egy korabeli újságolvasó számára, és igen, ezt emelték ki, hogy a tollat és a főzőkanalat egyaránt jól forgatja. Hát ehhez azért ilyen háttérként azért érdemes azt tudni, hogy a korabeli háziasszonyoknak a polgárság rétegeiben azért nem az volt az elsődleges feladatuk. Általában személy szerint ő főzzön, hanem az, hogy felügyelje a háztartást és kordában tartsa a cselédeket, stb. Ezzel Szendrey Júliának is sokszor megjött a baja, az is kiderül a levelekből, hogy nagyon sokszor kellett új cselédet fogadni. Úgyhogy ez inkább ilyen szimbólumként is felfogható, hogy mind a két szerepében helytállt, tehát anyaként, háziasszonyként, illetve rendszeresen publikáló írónőként is. Így az utolsó percben egyetlen egy, van egy ismerősöm, akitől megkérdezték, hogyha lehetne választani, akkor ő mikor szeretne élni, vagy mikor szeretett volna, ő azt mondta, hogy a reformkorban. Na most ezt azért hozom szóba, mert ha valaki kutató, és tényleg ennyire sokoldalúan beleássa magát ezekbe a korokba, akkor szereted a 19. századi világot? Hát nyilván nagyon-nagyon szeretem, pont ezért is annyira izgalmas számomra például Szendrey Júliával foglalkozni, mert ezt a világot mutatja meg nagyon-nagyon sokféle szempontból. Nyilván az, hogy élni az ember mikor szeretne, az egy egészen más kérdés, tehát
sok szempontból teljesen más viszonyok között kellett élni, vagy más kihívásoknak kellett megfelelni az akkori embereknek, viszont a 19. század pont azért is izgalmas szerintem, mert nagyon sok minden, amit ma evidensnek tartunk, például a szerzői jog, mondjuk csak egy példa, az akkor alakult ki, és az akkor élt fiatalok küzdelmének köszönhető, hogy ma erről beszélhetünk, hogy pont ezért izgalmas ez a korszak, mert nagyon más, de nagyon hasonló, mint a mai világ. Emesen nagyon szépen köszönöm, hogyha így a távolság miatt nem személyesen tudtunk találkozni, és akkor én bízom, nem hogy én, hanem mindannyian, akik ismerik a könyveket és a munkásságodat, azt szeretnénk, hogy folytasd a kutatómunkát, mert én biztos vagyok abban, hogy Szendrey Júlia életében még mindig van olyan, amitől esetleg nem tudunk, de jó lenne tudni. Jó? Igen, még sok ilyen várható. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Beszélgetést én is.